Folytatjuk a környék templomait és orgonáit bemutató sorozatunkat. Ezúttal a tiszaörvényi templom orgonáját ismerhetik meg Katona Zoltán segítségével. Tiszaörvény az egri püspökség ősi birtokai közé tartozott. A középkorban vámszedési joggal rendelkezett. A település a 16. században elnéptelenedik, majd 1773-ban az egri püspökség kezdi meg katolikus népesség betelepítését. 1846-47-ben kántorlak, oskola és kápolnácska épült, de rossz állapota miatt 1910 körül a hatóság bezáratta. Az örvényi hívek, Czakó Gábor egri prépost kanonok, Juhász Jakabné és a főegyházmegye segítségével 1911-re összegyűlt az építés megkezdéséhez szükséges pénz. A templom terve 1912-ben készült el, az épület felhúzása 1913. július végére fejeződött be. 1914. július 26-án, Szent Anna napján és tiszteletére Hámán András apát főesperes megáldotta az elkészült tiszaörvényi templomot. Az orgonát az örvényi hívek a szentelés hónapjában vásárolták Ország Sándor orgonagyárostól. Erre már nem maradt pénze a falunak, ezért 2500 korona kölcsönt vettek fel 10 év futamidőre, melyet az egyházi adóból szándékoztak visszafizetni. Ország Sándor műhelye 1861-től 1920-ig működött, előbb Pesten, majd később Rákospalotán. Az Ország Sándor és fia nevet viselő műhelyt később gyárként tartják nyilván, és a 19. század végére már az egyike volt annak a 4 orgonagyárnak, amelyek szinte versenyeztek egymással az orgonaépítésben. Az egyházi feljegyzésekben 1914. októberében találunk újabb hírt az orgonáról. A megszálló orosz csapat katonái kiszedték az orgona sípjait, és azokat fújva, egyházi ruhákban nyargaláztak a környéken. Darabos László, aki akkor örvényen lakott, úgy emlékszik, hogy az egyházi ruhákat elrejtették, így azok nem kerülhettek a katonák kezébe. A tiszaörvényi templomban állunk jelenleg. Kérlek, Zoli, hogy mutass be nekünk nagy vonalban az ehhez tartozó orgonát. A templom orgonája egy egymanuálos, pedálos, pneumatikus orgona. Ez is hát kis orgonák közé tartozik. Ország Sándor és fiának a budapesti Rákospalota melletti orgonagyárából került ide, még 1914-ben, a 14. július 26-a előtti napokban vásárolták a hívek. Amit lehet tudni az orgonáról, ebben is megtalálhatók fém és fasípok. Hát a fémsípokról röviden annyit, hogy ón vagy ólom anyagú, a fasíp pedig fából. Amit még kell róla tudni, hogy ebbe is német motor van, de viszont a hangján majd lehet hallani, hogy még ez igen csak hangos orgona, de viszont itt nem a motor hangos, hanem ahogy a kedves nézők is majd láthatják, a pávóféle ráncos felhúzónak a ráncai között valahol engedi a levegőt. Ezen kívül milyen hibái vannak még ennek az orgonának? Játszok műben is kihallani, hogy bizonyos regisztrációban bizonyos hangok nem szólnak, ezen például az egyvonalas A nem szól, nem szól a kis D, akkor van olyan pár hang, ami sajnos hamis, de reménykedünk benne, hogy egyszer csak halljuk az orgonát megújulva megszólalni. Ez az orgona azóta így szól, ahogy ide kerültél, vagy fokozatosan amortizálódott lefelé? Én mióta ide kerültem, hát ennek december hónapban lesz 7 éve, még
Hát tavaly volt, hogy egy regiszter nem szólalt meg, azt úgy teljes egészében. Hát ez a mi most a leghibája volt, hogy próbáltam helyre lakni, de hát nem lehet, vagy én nem tudom. Értem. A korábbi felvételen azt hallottuk, hogy a református templom sípjai, amelyek a fronton találhatók, ezt is biztos rosszul mondom, de majd kijavítasz, azok nem szólnak. Viszont, ha jól tudom, a katolikus templomoknak ezen orgona sípjai viszont szólnak. Ebben igazad van, Ádám. Most lehet, hogy ez náluk tényleg az orgonában úgy van, hogy a homlokzati sípok nem szólnak. Orgonáltam már az orgonán, de akkor még ennyire nem figyeltem föl. Nálunk a katolikus templomban, ahogy hallottad, meg már te is orgonáltál rajta, hallhattad, hogy a homlokzati sípok szólnak. Itt is, amit megfújtam, megfújok, az is szól. Milyen művet fogunk hallani a felvétel végén? A Cecilia orgona füzetből, ez is egy német orgonakönyv, egy C-dur művet.